Sziasztok! Ez itt a Kacsiszemese csatorna. Sziasztok! Itt vagyunk Csillaggal. Most ameddig várunk az eredmény hirdetésre, ami eltelt egy darabig, addig mondok vicceket. Vagy ilyen lovas témában vicceket. Elsővel kezdjük. Az iskolában azt kéri a tanár a gyerekektől, hogy mondjanak különböző állatokat. Macska, mondja Orsi. Ló, mondja Józsi. Ló, mondja Móriczka. Ló, de hiszen ez már volt. Tudom, de ez egy másik ló. Értitek, mert különböző állatok végül is. Vagy különböző állatok, mert másik. Szóval több ló is van a világon, nem csak egy. És igen, ez egy kicsit félreértett a gyerek. Most pedig kérdések jönnek. Melyik lónak van szárnya? A hollónak! Nagy tapcsot eltalálta. Melyik ló lobog a szélben? Zászló, úgy bizony ügyes vagy. Hogy hívják a gőzölő lovat? Vasaló. Én ezt még amúgy nem ismertem. Nem a legalapvetőbb lovas vicc. Igen, nem lehetnénk shoppingolni, de most sem is nincs pénzünk. Melyik ló a legélesebb? Az olló. Melyik az a ló, amelyiken járni lehet? A padló! Jó. Mi az? Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Görögdínje! És most jön egy nagyon jó rész. Hogy hívják a rossz diáklovat? Bugdácsoló! Igen. És még egy utolsó, ami igazából a lónak a úgymond unokatestvére, vagy nem tudom. Mit mond a fogyókúrázó zebra? Vigyáznom kell a vonalaimra. Ez nagyon jó, mert vonalakat úgy is érteti, hogy az alkatára, hogy vékony legyen, vagy arra is, hogy milyen csikozata van ugye egy zebrának. Elég singoltunk a másik elején egy kicsit. Vágta. Na. Nem megy most nekünk a vágta. Jó. Azta! Hallottátok ezt? Gyorsan! Induljunk el a szigetre! Tiszta feketeség szigetére! Hú, zab! Szerintem még van egy kis időnk. Igen. Én gyorsnak lennünk. Közben megnézhetjük álltuk a kungolját. Vésülködés. Figyelem, minden lovat várunk az eredmény hirdetésre. Figyelem, minden lovat várunk a pályára. Jó, felcsabáljuk az összeset. Szia, fahé! Na, vigyük meg azt a füvet. A pályánál, és az eredményeket ugye megkapjuk, el fogják nekünk mondani. Nos hát, igen, az ötödik versenyzőtől kezdik, aki sajnos utolsó helyezett lett, de azért ő is kap díjat a részvételért,
ugyanis nagy. Igen. No, fia. Szóval, tudjátok, ez a barna póni lett a sajnos az utolsó, de gratulálom neki a részvételért, így is nagyon ügyes volt, de sajnos ez a verseny nem volt elég. Utána jön ez a szép, tudjátok, Perlino, aki ilyen rózsaszín szerve volt, tudjátok, ő. Ő lett a negyedik, nagyon gratulálunk neki. Utána jön ez a szép Pejló, aki ugye sajnos túlságosan elsiette, akinek kék szettje volt, hogyha jól emlékszem. Ő is nagyon ügyes volt. És utána a második helyezett, lehet, hogy elsők lettünk? Lehet, hogy elsők lettünk. Mert hogyha jól számoltam, akkor egyenlőek a pontszámaik, de lehet, hogy most a kinézet alapján fognak kivételesen dönteni. Az alapján nem kérkednék, de szerintem akkor mi lennék az elsők. Nos, a második helyezett a Szürkeló! Gratulálunk, át is vetted a második helyezett díját, és akkor miénk lett az első helyezett, itt most személyesen ezt nem fogják átadni, ugyanis ez pénz, összeg, díj, de hogyha bemegyünk a sóba, ami más irányban van, mindig rossz irányban menni, akkor meg is kapjuk. Hát nagyon ügyes volt a csillag, ezek szerint jó volt ez a technika, hiába hibáztunk sokat, attól még jó volt ez a technika, majd ugyanezt ki fogjuk próbálni villámmal is, de még ügyes lesz ő is. Ott van. És 300 forintot nyertünk. Na, azt nem sokára el is költhetjük. Na, szóval meg is kaptuk a pénzt. Minden nyerességet, ugye a kupát is. És most frizurát fogunk, új frizurát nézni. Ugye, nézzük inkább előről. Vagy nem, igen. Hát ez a szép turkiszkér kék top, sem rossz, de nem az igazi. Csillagozó ez nem érnék. Ez az arany sem nem a megfelelő. Ez. Nagyon szépen ki van fésülve, látszik, de lehet, hogy milyen szépen fénylik. Csak ez nem az a színe, fekete kéne ilyenből. Ilyenből nincs fekete. Na de van ilyen gyönyör. Hú, ez ilyen tüzet, nem? Ez ilyen, lehet, csillámlik, kis csillámlik, kék és fehér. Uhuhu. Itt a csillám, itt a szivárványos, tök menő, de nagyon drág lehet. Hát, van ilyen pasztel szivárvány, csillagos is persze. Van itt egy ilyen egyszerű, ilyen. Már más sokkot szólnak, nem? Itt vagyok. Egyszerű feketétől kezdjük. Jó, igen. Van ilyen szép fehér. Ilyen fejnek való. Ez nem tudom kinek való. Zebrás. A palóza. Bocs, ez a zebra, tudom. Jaj, nem tudom. Pasz, kérdezett villámé, hogy ez volt. Arany, szépen, de nem. Van szép türkiszis, ez sem. No, de ez. Ugye van ilyen feketéből is. Úgy látszik, hogy nincs. Olyan gyönyörű.
tudjátok annyira, szépen így össze van gumizva. De ez egy kicsit olyan, mint hogyha kívülről lenne vele valami. Na, menjünk is tovább. Ma beszélés is. Igen, ilyen is. Sima, szürke. És visszatértünk a feketéhez. Nos. És köszönöm, hogyha van kedvetek, akkor esetleg megnézzük, mennyibe kerül, hogy teljes legyen szett, hogy a nyereg mennyibe kerül ilyen szivárványosban. Arany nem. Na ez, ez nagyon drága. 27 ezer coin. De durván. Köszönöm semmit. Vállaljuk el. Farok is. Na de ez nagyon szép. Pont nem jön. Ez még jobban nem. Na, mondjuk aludni, ez a fáradalmas nap után, ugyanis már este van, nézd meg a hold. Most fel is jött még a hold. Nos, jó volt ez a nap, gratulálunk Csillag nyereségéhez is, és jó éjszakát, és még több videót nektek! Nézzétek meg a többi videónkat is! Na, menjünk be! Nem be! Na, arra? Jó. Jól van. Sziasztok! Sziasztok! Iratkozz fel a Katica Mese csatornára, ahol még sok hasonló mesét találhatsz.